közérthetően második rész Lánci Tamással és Nagy Attila Tiborral, és átcsúsztunk egy témát, vagy áthoztunk egy témát az előző rész végéről, mégpedig ugye a parlamenti ülésszakot értékeljük, és elsősorban arról beszélgettünk, hogy hát ez a radikalizmus, ami megjelent, a botrányok, amit az ellenzék egyébként kreál, az milyen hatása lehet ennek egyébként a jövőre nézés, milyen hatása volt a parlamentre. Viszont tartalmi kérdésről még nem beszéltünk. Tehát akkor hadd tegyem fel így a kérdést és ezt a kérdést, hogy tartalmi szempontból a tavaszi-nyári ülésszak hogyan nézett ki? 720 törvény, illetve törvénymódosítás, ez az elmúlt három parlamenti évnek a mérlege, és azt gondolom, hogy miután ebben a fél évben tovább folytatódott a törvénygyártás, ez jól mutatja azt, hogy milyen nagy munka volt az országgyűlésben, közel sem tökéletes munka természetesen, hiszen rendkívül nagy volt a hajtás, de azt el kell ismerni, azt gondolom, hogy egy jelentős munka volt, akár már ebben a fél évben is. Hát ebben a legutóbbi fél évben fogadták el az új polgári törvénykönyvet. Én azt gondolom, erről nem nagyon volt szó ilyen szempontból, az Orbán kormány egyik legszínvonalasabb jogalkotásának tekinthető a polgári törvénykönyv, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember mindennel egyet kell, hogy értsen, de ha valaki akár csak beleolvasott, akkor láthatta annak a hatását, hogy bizony akadémikus jogászok készítették elő, egyébként a kormány felkérésére ezt a polgári törvénykönyvet, és ez nagyon jelentős dolog, hiszen a polgári törvénykönyv az emberek mindennapjait érinti, és az országgyűlés ezt például elfogadta. Viszonylag fontosnak tartom még például a rezsicsökkentésnek az ügyét, hiszen a parlamentben ez az elmúlt fél évben szintén viszonylag folyamatosan téma volt, meg kellett hozni azokat a jogszabályokat, amelyek például biztosították azt, hogy az újjászervezett energiahivatal tudjon a hatósági árakról rendeleteket hozni, és ezt kevésbé lehessen megtámadni. Aztán lehetne beszélni például a választási eljárási törvény megszavazásáról, amelyben végül is eldönt a tavaly őszi vita, hogy nem lesz regisztráció, és számos más eljárási szabályokat is meghoztak, és hát végül még lehetne beszélni mondjuk például a trafik ügy kommunikációjáról, hiszen az ellenzéknek ez volt az egyik próbálkozása annak érdekében, hogy a kormánypártok népszerűségét lecsökkentsék, hogy trafik mutyiként ábrázolva beszéltek a trafikokkal kapcsolatos problémákról, és bocsánat, és akkor ezzel fogom befejezni, költségvetési kiigazítások is befolyásolták még a parlament ügymenetét, tehát az általam már az első részben említett tranzakciós illetéknek a megemelése, illetve például a bányajáradéknak a felemelése is szerepet játszott a parlament jogalkotásában. Hát nagyon röviden, mert még jó néhány más jogszabály volt. Tehát csak annyit tudok hozzátenni, hogy valóban, tehát az elmúlt három évben a parlament az törvénygyárként működött. Több jogszabályt hozott, vagy több jogszabályt alkotott, mint egyébként a rendszerváltást követő néhány évben, sőt valaki egyszer összehasonlította, hogy ebben a három évben több törvénymódosítás és törvény született, mint II. Erzsébet több mint 50 éves uralkodása alatt összesen Nagy-Britanniában. Tehát látható, hogy tényleg csúcsra lett járatva. Én úgy látom, hogy egyébként most az elmúlt fél évben összhangban azzal a konszolidációs törekvéssel, amit a kormány meghirdetett, ez a törvénygyár azért egyel kisebb fokozatra kapcsolt, tehát azért most már lényegesen kevesebb törvény került be a ház elé, mint az azt megelőző két évben. Nyilván azért, mert egyébként a nagy rendszer átalakító törvények azok már is megszülettek. Hát szépen ezeknek a szálaknak az elvarrása, kitisztázása, finom hangolása zajlik most már csak. Nem tudom, mert ne kérdezzek erre rá. Ugye számtalan statisztika jelent meg mostanában, az utóbbi napokban itt a parlament ülésszakáról, és nekem nagyon szúrja a számát az, hogy Gyurcsány Ferenc egy büdös szót sem szólt a parlamentben, legalábbis nem beszélt, tehát hivatalosan nem kér szót és nem beszélt. Miért?
Ez tényleg érdekes kérdés, nekem is feltűnt, hiszen korábban ő élt a felszólalás lehetőségével, nem pusztán akkor, amikor például kiadták, felfüggesztették a mandátumát, hanem például más ügyben, őszintén szóval nem nagyon tudok erre a kérdésre válaszolni, bár azt hozzá kell tegyük a korrektség kedvéért, hogy miután ő nem egy pártfrakciónak a tagja formailag, ezért a független képviselőknek eleve kevesebb lapot is osztak a házszabály, és még azt sem mondom, hogy ez a Fidesz miatt van, hiszen ez már hosszú évek óta így van a parlamenti házszabályokban, és szerintem, és azt gondolom, hogy más nyugati parlamentek is inkább a frakciókat részesítik előnyben. Tehát mondjuk objektíve is nehezebb lett a felszólalás szempontjából Gyurcsány Ferenc helyzete. De ha igen, tehát azért mondtam, hogy nem nagyon tudok válaszolni erre a kérdésre, mert ha nagyon akart volna azért néhány perc felszólalás, lehetőséghez jutott volna, csak szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy most például az Európai Parlament határozatára adott válasz parlamenti vitájában például Molnár Csaba, a DK egyik alelnöke szintén szót kapott, halkan megjegyzen, elég nagy vihart kavarva a felszólalásával. Mondtam, lehet, hogy a könyvét írja, amit még megígért, hogy elmegy írni egy nagyon jó könyvet, bár ő nem így fogalmazott, egy nagyon jó könyvet a magyar szociáldemokráciáról. De nem tudom őszintén ennek mi lehet az oka. Lehet, hogy annak a bölcs felismerése, hogy a parlamenti nyilvánosság azért egy nagyon-nagyon szűk közönséghez jut el. Különösen, hogy ő mint független képviselő szólal meg, nagyon-nagyon kevés az a multiplikátor, ami az ő véleményét tovább tudja vinni. Tehát elmondja a parlamentben a felszólalását, a parlamenti közvetítést, ha nagyon sokan néznek, akkor talán néznek 30 ezeren az országban, ami azért nem túl sok. És utána annyi. Tehát ott vége is van a történetnek, tehát igazából, ha úgy tetszik, nem éri meg a belefektetett energiát. Viszont ha megnézzük, az internetes világban pedig nagyon-nagyon aktív a volt miniszterelnök. Gyakorlatilag hetente egy vagy több kis videóval ajándékozza meg a választókat. És az utcán is meglehetősen aktív volt, tehát több nagy gyűlést is szervezett, és ezeken is... Gyűlés szervezett, tehát nagy gyűlést, tehát nem nevezném azokat a szeánszokat, amik ők tartani szoktak, de... Hát igen, 1-200 fős, hát ezeket nagy gyűlésnek hívják, mert végül is már olyan nagy, hogy az utcán kell tartani, de igen, tehát hát a pártja méretéhez képest nagy, akkor fogalmazunk így. De lényeg az, hogy tehát ő kifejezetten ezeket az alternatív megnyilvánulási formákat kedveli, és azt gondolom, hogy azokhoz a radikális megszólalásokhoz, amelyeket ő tesz, ezek teljesen adekváltak. Tehát ha megnézzük ezeknek a nyelvezetét, a stílusát, meg a tartalmát, az valóban a parlamentben nagyon furcsán mutatna. Most azon gondolkodok, hogy amit Tamás a parlamenti felszólalásoknak a hasznáról, a médiabeli nyilvánosságának a hasznáról beszél. Én ezzel nem is nagyon szeretnék vitatkozni, mert igazat adok neki, pusztán arra szeretnék utalni, hogy például a DK-nak lenne olyan lehetősége, hogy mondjuk Gyurcsány egy-egy parlamenti felszólalását kivágja, és felrakja mondjuk a DK YouTube-os oldalára mondjuk azt az 5-10 percet, és ha valaki mondjuk nagyon jól beszél a parlamentben hatásosan, azt lehet, hogy nem nézik abban az időszakban, még akár 30 ezeren se, ha mondjuk este 10 órakor van éppen az a felszólalás, de ha olyat mond, ami felkelti nagyon a figyelmet, és mondjuk sok embernek a figyelmét, akkor annak lehet haszna már csak azért is, mert a parlament azért mégiscsak az ország törvényhozásának a színtere, tehát az bizonyos értelemben még komolyabb hely is, mint mondjuk egy utcai nagygyűlést tartani. Szerintem nem baj, hogyha egy politikus többféle hangszeren képes játszani, mert ezzel többféle elvárásnak is meg tud felelni. Most tényleg csak egy mondat, vagy egy gondolat ezzel kapcsolatban. Igen, de hogyha megnézzük, hogy milyenek voltak Gyurcsány Ferenc megszólalásai az elmúlt hetekben, hónapokban, az látható, hogy az egyszerűen parlament falai között nem működőképes. Tehát az nagy valószínűséggel a házelnök, akárki is üljön ott, le fogja állítani. Mert egész egyszerűen az nem illik a ház falai közé. Vagy ha más, ha hagyja beszélni a házelnök Gyurcsány Ferencet, akkor nagy valószínűséggel pedig a jobb oldalról fogják hát ezen kifütyülni, mert annyira, hát
hogy fogalmazzak. Népszerűtlen. Népszerűtlen, igen, és annyira drasztikus a megnyilvánulása. De hát éppen erről beszéltem, hogy érdemes többféle hangszeren játszania egy politikusnak. Tehát valóban egyébként... Akár még normálisan is beszélhet a parlamentben. Tehát a parlamentben például káromkodni nem szabad, nem illik. Ezt egyébként a házszabály is tiltja, amikor arról beszél, hogy a parlament méltóságát nem sértheti a felszólaló. De az megint más kérdés egyébként, hogy ez használ egy Gyurcsánynak, hogy káromkodik mostanában, keményebben oda mondogat, ahogy a köznyelv ezt kifejezi. Én erre egyébként nagyon kíváncsi vagyok, mert Gyurcsány most egyelőre úgy tűnik meg van győződve arról, hogy hát az ellenzék eddigi kommunikációja túl puhány volt, és meg kell mondani most már, hogy mi a helyzet. És minthogyha Mesterházi Attila is, bocsánat, hogy kicsit csapongok, de elkezdte volna egy picit átvenni, mert azt mondta, hogy az ellenzéken belüli, hogy is fogalmazott, tökölődést, már bocsánat, de szó szerint idézem, tehát ezt a tökölődést be kellene fejezni, mert Orbán Viktor rög a markába, tehát minthogyha Gyurcsány Ferenc ilyen értelemben idézőjelbetéve megfertőzte volna a többieket. Nekem egyébként van kételjem a tekintetben, hogy ez eredményhez vezethet, mert azért az általános elvárás mégiscsak az szokott lenni, hogy egy politikus attól politikus, hogy tőlem választópolgárnál jobban ért a közügyekhez megfontolt, és ebben nem annyira illik bele Gyurcsánynak ez a káromkodó stílusa, még akkor sem, hogyha persze már ismerjük, hogy hosszabb ideje, tehát tudjuk, hogy hát bizonyos dolgokra azért el tudjam ragadtatni magát. Ha már Gyurcsány, akkor szilvásizzunk egy kicsit. Múlt héten már itt ennél az asztalnál beszéltünk erről, de azóta ugye tovább pörgött a történet, és ami a legfontosabb és legérdekesebb hír, hogy a komplett baloldal gyakorlatilag teljes messzélességgel kiállt Szilvási mellett, ugye a bíróságot, az ügyészséget, mindenkit szívnak, és azt mondják, hogy koncepciós per volt. Egyébként van egy összeállításunk ezzel a kapcsolatban, és akkor erről fogunk beszélni. A Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását kezdeményezi Kocsis Máté és további két fideszes politikus annak érdekében, hogy a Szilvási ügy iratainak titkosítását feloldják. Kocsis Máté szerint a maffia baloldal elsőfokú ítéletre adott reakciói teszik ezt indokoltá. A debreceni törvényszék kémkedéssel összefüggő bűncselekmények miatt elsőfokú nem jogerős ítélete szerint a volt titkosszolgálati miniszter és Galambos Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatója, letöltendő börtönbüntetést kapott, míg Borsz Sándor felfüggesztett büntetést. Az ügy részleteit azonban, mivel azok államtitkot képviselnek, nem hozták nyilvánosságra. Én azért azt gondolom, hogy ha már ott tartunk, hogy egy bíróság egy ilyen súlyos ügyben, az egy kémkedés ügy, azért nem minden nap van. Kimond egy nem jogerős, egy elsőfokú ítéletet, és ez letöltendő szabadságvesztést jelent. Azért ez politikailag is egészen furcsán veszik ki magát, hogy furcsán néz ki, hogy aztán a DK-tól elkezdődik, hogy pont Gyurcsány, az MSZP, mindenki elkezdi magyarázni, hogy hát szegény Szilvási, aztán biztos, hogy ártatlanul ítélt el a bíróság. Valóban meglepő az, hogy valamennyi baloldali párt kiállt Szilvási mellett, méghozzá meglehetősen éles hangú közleményben. Meglepő lehet első ránézésre, hiszen Szilvási egyébként talán az egyik legnépszerűtlenebb tagja volt a 2010 előtti kormányzatoknak. Az ő nevéhez kötődött ugye a 2006-os tömegszerencsétlenséggel végződő tűzijáték, és egy csomó olyan ügy, ami hát finoman szólva az ő karakterét azért sötét színekkel festette le. Ehhez képest nagyon érdekes, hogy ilyen nagy a kiállás mögötte, de a másik oldalról nézzük a dolgot, hogy ő valóban minden kormánynak, tehát a Medgyesi kormánynak, a Gyurcsány kormánynak, és bizonyos még kis ideig még a Bajnai kormánynak is tagja volt, és tulajdonképpen a baloldal összes meghatározó figurájával, tehát Mesterházival, Bajnaival és Gyurcsánnyal együtt kormányzott, egy minisztériumban is ült adott esetben, hol közigazgatási államtitkárként, hol pedig miniszterelnök hivatalt vezető miniszterként. Tehát ha ezt a tényt nézzük, akkor nyilván egyébként ezeket az embereket nagyon-nagyon sok minden köti össze. És ha ezt hozzáveszünk, hogy ugye még ő titkosszolgálatokat felügyelő miniszter is volt, akkor azt is feltételezhetjük, hogy mindenkiről, legalábbis a jelenlegi baloldalról biztos, hogy nagyon-nagyon sokat tud. Ez azért már egy magyarázat lehet arra, hogy miért áll ki mellette a komplett baloldal. Jó, mondd.
Két dolgot hoznék be. Az első az, hogy szerintem egy elemző ebben az ügyben azért legyen óvatos, mert ahogy talán elhangzott, titkos volt a tárgyalás, illetve az ítéletnek még az indoklását sem ismerjük, csak a rendelkező részt. Hát nehéz erről ilyen értelemben okosat mondani, úgyhogy én nem is nagyon mennék be különösebb találgatásba. Viszont azt el lehet mondani, hogy az én megítélésem szerint a 89-90-es rendszerváltozás után hosszú éveken át a titkosszolgálatok többnyire kimaradtak a politikai vitákból. Nem mondom, hogy teljesen, de többnyire, viszont 96-97-től a Nyírfa ügytől kezdve ez kezdett megváltozni, és ahogy teltek múltak az évek, a titkosszolgálatok különböző ügyekbe keveredtek, és ennek az egyik állomása az én megítélésem szerint Szilvásynak az ügye is. Érdemes azon elgondolkodni, hogy ezek a botrányok mennyire ártanak, vagy nem ártanak-e túlzottan a titkosszolgálatoknak. Nem értek különösebben a titkosszolgálati munkához, tehát ez csak mint kérdést vetem fel, hogy biztos jó-e, hogy a titkosszolgálatok ennyire a politika célkeresztjében vannak. Ez annyit biztos jelent, vagy hogy a politikon a titkosszolgálatok célkeresztjében. Igen, ez fordítva is. Itt a probléma. Tehát igen, ez egy jogos felvetés. Az biztos, én úgy látom, és akkor ezzel kívánnám ezt a részt a magam részéről lezárni, hogy a politikai erők között bizalmatlanság van. Pontosabban a politikai erők közötti bizalmatlanság most már kiterjedt a titkosszolgálatoknak a kérdésére is. Viszont Tamás nagyon csóválta a fejét valamivel. Igen, de aztán elhangzott a Nyírfa ügy, és ezzel azért úgy helyre tettük a dolgot. Egyébként szerintem előtte is a titkosszolgálatok masszívan benne voltak a politikában, legfeljebb nem a nyilvánosság előtt. Ezt mondtam én is. A küzdelmeiket, gondoltunk a taxis blokkádra és sok minden más, ahol azért masszívan fölfeslik a titkosszolgálati szál. És egyébként érdekes megnézni, hogy valahányszor titkosszolgálati botrány volt, ez mindig a baloldalhoz kötődött. Kizárólag és kivétel nélkül. Én nem tudok olyan ügyet mondani, ahol ez a jobb oldalhoz kapcsolódott volna. Vajon miért? De ez követői kérdés volt. Hát mi durván olyan 5-6 percünk van. Egy nagyon távoli témát szeretnék ide behozni, ez pedig Egyiptom kérdése. Ugye a történet szempontjából, hogy konkrétan mi is történik, az tényleg távol, és a Magyarország szempontjából akár még édes mindennek is nevezhető. De ott mi történt? Egy katonai puccsal eltávolították az elnököt. A demokratikus egyébként megválasztott elnököt, és gyakorlatilag a radikális iszlamisták és a mérsékeltek között most megy egy kis fesztivál Egyiptomban. Amiért azt gondolom, hogy fontos erről beszélünk, az pusztán az, hogy itt volt ez a nagy arab tavasz nevezetű rendszerváltási hullám, vagy rendszerváltozási hullám elsősorban Észak-Afrikában. És ennek ellenére, tehát mindenki azt gondolta, hogy na hát most már demokráciák megjelentek, és a nyugati típusú, vagy hát még az európai típusú demokráciák fognak ott is szépen virágozni, ahhoz képest fogtangát is az egyiptomi katonaság szépen elmozdította az egyébként demokratikusan megválasztott elnököt. A kérdés pedig úgy szól, hogy létezhet-e európai típusú, vagy nyugati típusú demokrácia Európán kívül. Szerintem a harmadik világban. Szerintem létezhet, de ehhez kulturálisan el kell sajátítani azokat a alapértékeket, amelyekkel Európa vagy a nyugati világ rendelkezik. Ez nem véletlen egyébként, hogy demokráciákat ott találunk, ahol korábban kereszténység volt, és ott stabilak, ott működőképesek. Ha ezen kívül is látunk még demokráciát, az általában azért van, mert azokat az értékeket egyébként átvette az adott ország, és azok szerint a normák szerint él. Tehát önmagában szerintem a demokrácia export az úgy nem működik, hogy egy az európai vagy a nyugati normáktól eltérő világba oda megyünk, és ott megpróbálunk demokráciát építeni, mert az egy a kereszténységen alapuló kultúrán kívül egész egyszerűen nem fog működni. Ezt látjuk egyébként gyakorlatilag mindenhol az arab térségben. Az arab tavasz az leginkább az én megítélésem szerint polgárháborúkat hozott Szíriába. Jelenleg is polgárháborúban, nem is akármilyen. Gyakorlatilag Egyiptom a polgárháború szélén
egyensúlyozik, lehet, hogy éppen már az is van, csak még nem tudjuk pontosan, és Líbiában sincs békesség. Tehát, hogyha végignézzük ezeket az országokat, ahol egy tekintélyuralmi rezsimet söpört el a forradalom, vagy a pucs, ki minek tartja, akkor azt láthatjuk, hogy utána nem egy virágzó demokrácia jött, hanem tulajdonképpen egy zűrzavaros és kaotikus állapot. Ami felveti azt a kérdést, hogy lehet, hogy azoknak az országoknak, amelyek kívül esnek a nyugati kultúrkörön, azok számára lehet, hogy egy tekintélyelvű rezsim, ez egyébként adott esetben jobb lehet jelen pillanatban, mint egy demokratikus kísérlet. Működőképes talán. Vagy működőképes, inkább így, igen, ez a helyes megfogalmazás. Egyébként csak még egy szempontot hadd dobja gyorsan be ide. Tomás, azt hiszem a kulturális kérdést, a kultúra szót használtad. Hát ezt a legtágabb értelemben. Persze, tehát politikai kultúra is egyben. Igen, egyébként. És ez mennyiben vallási kérdés még emellett? Tehát kereszténységet mondtad, de hogy tehát az iszlamista világ, mint olyan, vagy az iszlám, az vajon hát nem érett a demokráciára? Nagyon hülyén fogalmaztam, tudom. Tehát én azt gondolom, hogy itt mi Nyugat-Európában még azok is, akik egyébként magukat ateistának gondolják, egyébként azok is keresztény alapokon állnak, még hogyha ezt tagadják is. Az a kultúra, amelyben élünk, az egy keresztény meghatározottságú kultúra, még akkor is, hogyha Nyugat-Európában próbálnak nem tudomást venni, és próbálják ezer módon elfelejteni, de azok az értékeket, amelyeket ma egyébként akár liberális politikusok is, mint a demokratikus nyugat legfőbb értékeit szokták hangsúlyozni, ezek klasszikusan keresztény értékek. A kereszténységből kaptuk őket, és ott vannak a gyökerei. Ott, ahol ezek az értékek, ahol ezeknek az értékeknek a társadalomban nincs gyökere, ahol ezek nem léteznek, ott az én felfogásom szerint egyébként nyugati típusú demokrácia nem jöhet létre. Hát jó bonyolult kérdést tettél fel így a műsor utolsó 4 percére. Csak nagyon röviden, és ezt becsülettel el kell mondani a nézőnek, szerintem országonként változhat annak a feltétel rendszere, hogy egy adott ország mennyire tudja bevezetni a demokráciát, vagy mennyire nem, illetve hát akár mondjuk az arab térségen belül bizonyos közös jellemzőket akár el is mondhatunk, de például emlékeztetnék Japán példájára, ahol 1945 után mondjuk az amerikaiak szinte okrojálták, erőltették a saját elképzeléseiket a politikai rendszer működéséről, habár azt azért meg kell említeni, és itt jön be, hogy azért országonként más és más lehet a szituáció. Japánban elég jelentős volt a kapitalista fejlődés, Egyiptom esetében pedig hát sokáig gyarmati függésben volt az az ország. Tehát... Bocsánat, hogy közbevágok, tehát a Japán esetében konkrétan az történt, hogy az 1860-as években a császár úgy döntött, hogy mostantól egy nyugati típusú ország lesz Japán, és gyakorlatilag mindent lemásoltak az öltözkedéstől, az étkezési szokásokon, szerintem mindent. Hát ennek köszönhető, erről beszéltem, hogy a kapitalizmus az nem jóval hamarabb... A kultúrát kezdték el átvenni, és hogyha valami ez Japánban egyébként a demokrácia, egyébként nem teljesen európai formában, mert azért mondjuk 40 évig egy párt volt uralmon, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy azért egy erősen hegemon pártrendszer, ami mondjuk... Már 45 után. 45 után így van. Tehát azért a demokrácia csak megszorítás, tehát egy demokratikus ország, de azért nem teljesen azok szerint a fogalmak szerint, ahogy ezt mi gondoljuk. De ez csak azért lehet, mert egyébként 100 évvel korábban már a japánok hoztak egy döntést, hogy ők egy nyugati típusú demokráciában, vagy egy nyugati típusú világban akarnak élni. De ez is azt támasztja alá, amit mondtam, tehát hogy országról országra más lehet a helyzet. Egyiptomban például nem volt ilyen szituáció, mint Japánban. Uraim, ez volt az zárszó, mert hogy lejárt az adási időnk. Én köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek a figyelmet, köszönöm, hogy jövő héten találkozunk, viszontlátásra.